Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket a ma esti Ruttánc Titkok című műsoromon. Ugye, ahogy tudjátok, ez a sorozatom már régebb óta tart igazából, és most egy picikét szeretnék az aktuális kérdéssel foglalkozni, ugyanis, ahogy azt sokan láttátok, értesültetek róla, ugye gondolom, senkinek nem új információ, hogy bezártak az edzőtermek, Ruttánc stúdiók, mindenféle mozgás lehetőség, ugye bezárt, egyedül kint van lehetőségünk edzeni. Úgyhogy így mindenki beszorult a négy fal közé, és ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan kezdjünk el otthon edzeni. Ugyanis úgy gondolom, hogyha ha valaki tényleg órarendszerinti edzőhöz járt edzeni mindig is, akkor ez egy elég nehéz kérdés. Ugyanis ezzel a kérdéssel én is találkoztam, amikor is ugye én már jó pár éve saját magamat edzem igazából, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt eleinte, és nagyon-nagyon furcsa volt, sokszor elveszítettem a motivációmat, nem tudtam, hogy mit csináljak, nem tudtam, hogy mit edzek, viszont éppen ezért van ez a műsor, ezért vagyok én itt nektek, hogy segítsek nektek, és elmondjam a tapasztalataimat, vezesselek titeket az úton. Úgyhogy most egy picikét erre a témára szeretnék kitérni, hogy hogyan is kezdjünk bele az otthoni edzésbe. Ugye itt egy picikét majd a rudas témakörre is kitérnék, ugyanis nagyon sokan kérdeztetek ezzel kapcsolatban is, úgyhogy illetőleg majd lesz egyaránt rudas, illetőleg nem rudas edzéssel kapcsolatos kérdéskörökre is fogok válaszolni. Most első körben ugye így a rudas témakörben ugye lóhalálában most mindenki próbál otthonra rudat szerezni, hogy úristen, bezártak a rúd stúdiók, de hát mégiscsak ugye a rudtáncot választottuk mozgásformánknak, akkor mégis mit évők legyünk, hát veszünk rudat otthonra. Nagyon fontos, hogyha ezt a döntést hozza meg az ember, hogy otthonra rudat vesz, akkor nagyon fontos, hogy milyen rudat veszünk. Ugye itt jön a kérdés, ezen most csak egy picit átpörögnék, mert még a rendkívüli élőben erre reagáltam, pont érkezett egy ilyen kérdés, úgyhogy most csak így átszaladnék ezen a kérdéskörön. A legfontosabb, amit csekkolnunk kell, hogy otthonra egyáltalán tudunk-e rudat venni, hogy van-e megfelelő helyünk, tehát úgy, hogy elférjünk, legalább legyen akkora helyünk, hogy a lábunk, karunk, egy forgás kiférjen, mert hogy ahogy felmegyünk fejen lefele, nem biztos, hogy ezt meg tudjuk tenni. Sajnos én is abban a helyzetben vagyok, ugye ezt, ahogy tavasszal láthattátok is, hogy én is a kertben próbáltam a pódiumos rúdon gyakorolni, edzeni, amikor volt rá lehetőségem jobb időbe. Sajnos ezt most ugye sokan nem tudjuk megtenni, hogy a kertben rudazzunk, úgyhogy igazából nagyon fontos, hogy ehhez megfelelő hely, és megfelelő rögzítésre van szükségünk, tehát nagyon fontos, hogyha ha nem pódiumos rudat, tehát ugye a pódiumnak is ugye el kell férnie, nehéz, nem biztos, hogy meg tudjuk oldani, illetőleg ugye ott is a rud magasságnak el kell férni, a kérdés, hogy milyen pódiumos rudakat találunk, de hála Istennek ezeket a rudakat azért méretre szabják, tehát le lehet vágni. Viszont ugye a pódiumos rudnak elég drága az ára, nem biztos, hogy be tudjuk most ilyen rövid időn belül szerezni, úgyhogy ugye ez egy picit nehezítés. Nyilván ezeket a befeszítős rudakat könnyebb beszerezni, vagy amiket ugye rögzíteni kell esetleg a plafonba. Legyünk figyelmesek, hogy valóban tudjuk-e megfelelően rögzíteni a rudat, tehát hogyha álmennyezet van, akkor az álmennyezetet ki tudjuk-e szeretni, tehát hogy én azt szoktam mondani, hogy addig kell menni, amíg betont nem érünk, tehát hogy azt a rudat tényleg stabil falfelületbe kell rögzíteni, tehát hogyha ferde a falfelület, nem biztos, hogy tudjuk. Vannak most már nagyon jó konstrukciók, tehát tényleg én szívvel, lélekkel az X-Pol tudom ajánlani, az egyik legrégebbi rudas márka a piacon. Hogyha ezzel kapcsolatban az X-Poltól szeretnétek rendelni, akkor nyugodtan keressetek engem is, mert partnerként együtt működünk, úgyhogy én őket nagyon szívesen ajánlom, mert tényleg még a ferde fal felületre is van megoldásuk, illetőleg nagyon jó minőségi márka. Úgyhogy megbízható. Nyilván itt nagyon kell figyelni, hogy az ilyen netes rendeléseknél, hogy azért az mindig gyanús, hogyha egy rúd nagyon olcsó. Kérdés, hogy az anyaga, a konstrukció meddig bírja, milyen lehetőségek vannak benne, tehát milyen magasságig tudod befeszíteni, mennyire mobil, mennyire kiszedhető, tehát ezek mind kérdéseket vetnek fel. A két legfontosabb tisztázandó kérdés az valóban ez, hogy van-e elég helyünk, van-e megfelelő rögzítésünk, illetve az, hogy tényleg onnantól kezdve el kell dönteni, hogy egy komolyabb befektetést vállalunk, és inkább adunk a minőségre, meg a biztonságra. Úgy gondolom, hogy erre mindig fontos, hogy adjunk. Mi is a Pol Center Újpest Ruttánc stúdióban ugye ezért dolgozunk az X-Pollal. Na,
Jó. Illetőleg ugye itt még felmerül a kérdés, hogy ha rudat vettünk, akkor matracot vegyünk-e. Én azt gondolom, hogy az otthoni edzésekhez mindenképpen érdemes. Nem vagyok amúgy matracívő, tehát tényleg az olyan elemeknél érdemes matracot használni, amitől félünk, ha tényleg az ad egy biztonságérzetet, de alapvetően én a stúdióban, a csoportos órákon nem szoktam használni, mert azért vagyok én ott, hogy a biztonságérzetet megadjam. Nyilván van, hogy egy-egy leugrásnál, tehát az érkezéseknél használjuk. Igazából az otthoni edzéseknél én úgy gondolom, hogy nem árt, de azért legyünk óvatosak, tehát hogy nagyon-nagyon hozzá lehet szokni. Úgyhogy az ilyen jól berögzött dolgokat, tehát amit már tényleg régóta tudunk, régóta gyakorlunk, ahhoz nem érdemes néha kivenni magunk alól a matracot. Illetőleg a matrac rendelésben is tudok nektek segíteni. A paulbernadett.hu oldalamon találtok erre megfelelő menüpontot, akár rajtunk keresztül meg is tudjátok rendelni a saját kívánságotok szerinti színben a matracot, amit ugye a rúd köré lehet rögzíteni. Hogy igazából így a rúdvásárlásról így most ennyit említenék, mert hogy inkább ugye ezt már a korábbi élő során erről beszéltem. Hogyha további kérdéseitek vannak ezzel kapcsolatban, akkor írjátok meg kommentbe, és arra igyekszem válaszolni. Most ezzel nem húznám az időt, ugyanis hogy nagyon sok lánynak ugye nincs lehetősége, vagy nagyon sokunknak nincs lehetősége otthonra beszerelni egy rudat, hogy ilyenkor mit is csináljunk. Hát ami nagyon fontos, hogy ne essünk ki az edzésből, ugyanis ha eltunyolunk, leülünk, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz visszaállni az edzésbe. Tehát mindenképpen érdemes egy picikét a hangsúlyt átfektetni az erősítő, illetve a nyújtó edzésekre. Az erősítésen belül ugye én azt szoktam mondani, hogy a rutánc az azért nagyon-nagyon jó, mert nem kell hozzá pluszba erősíteni, mert szépen fel van építve egy olyan rendszer, nagyon jó látni ezt a lányainkon is, hogy abszolút, meg a tanítványaimon, hogy abszolút működik, tehát tényleg valóban erről van szó, hogy aki úgy jött be az első órájára, hogy ő életében nem sportolt, most már fejen lefele lóg teljes magabiztossággal, úgyhogy ez alapvetően a rutáncnak egy nagyon nagy pozitívuma. Ugyanakkor vannak olyan izomcsoportok, amik kiemelten dolgoznak, tehát nyilván, hogyha ezeket pluszba erősítjük, akkor esetleg gyorsabban tudunk fejlődni a rúdon, edzésben tudunk maradni, ugye most nekünk ugye ez a kulcsfontosságú része a dolognak, illetőleg tényleg gyorsítja a fejlődésünket. Én azt gondolom, hogy bármiféle testmozgást végzünk, az mindig jó, ugyanis a testünket edzük, fejlődik az izomzatunk, a mozgáskoordinációnk, tehát teljesen mindegy, hogy a rudas edzések mellé milyen mozgásformát választ az ember, hogyha szeretne mozogni. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket kiemelten fontosak, tehát a szorítóerő, törzs, váll, karizmok, szorítóerő ugye a lábakban is, ugye ez mind kiemelten fontos, és ezeket tudjuk otthon is fejleszteni, tehát az, hogy most otthonra szorultunk, és nem tudunk rudas edzéseket végezni, ez nem jelenti azt, hogy hagyjuk annyiban az edzést, hanem valóban végezzünk erősítést, és egy picikét hangsúlyosabban át tudunk menni a nyújtás edzésre. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy aki nem szeret erősítő edzéseket végezni otthon, nem szereti ezeket a gyakorlatokat, hogy egy picikét nem árt, hogyha beleszokik az ember, mert megvan a veszélye annak, hogy ugye a rúdon egyszerre kell erősnek és hajlékonynak lenni, és én úgy gondolom, hogy azért ez egy picikét veszélyes, hogyha most itt ezt az egy hónapos karantén időt aztán ki tudja, hogy még mennyi lesz belőle, arra használjuk, hogy a hajlékonyságunkat fejlesztjük, és tényleg napi szinten nyújtunk, és brutál mód nekiállunk, ugyanis ezeket az izmokat nagyon-nagyon kilazítjuk, és amikor visszatérünk majd a rudas edzésekhez, én úgy gondolom, hogy ez elég sérülés veszélyes lehet. Tehát próbáljuk meg ezt a balanszt egy picikét megtartani, hogy legyen egy pici erősítés is. Tehát el lehet tolni az edzéseket inkább a nyújtás irányába, de igen, szuper, csak itt közben olvasom a kommentet, hogy Szilv írja, hogy pilateszezik, és érzi, hogy mennyit segít neki. Valóban így van, tehát, hogy nekem is van jogás tanítványom, és a kézállások, ugye ezek a vállizmok ugye fokozottan dolgoznak, tehát akkor itt ismét kommentben is látjátok, hogy van erre pozitív megerősítésünk. Úgyhogy a nyújtással ilyen téren legyünk óvatosak, el lehet tolni az edzéseket a nyújtás irányába, nyilván tudunk ilyenkor nagyobb hangsúlyt fektetni rá, és ez egy tök jó dolog, de azért egy-egy erősítő edzéssel felejtsünk el beiktatni a dologba. Na,
Hogy hogyan is álljunk neki ennek az egész edzésnek, ugye nagyon nehéz itt a motivációt megtalálni, tehát hogy nyilván, hogyha már egy edzésre el kell menni, akkor már ott már átöltözik az ember, tehát hogy azért ismeritek, gondolom az érzést, hogy azért van olyan, amikor úgy nehezen veszi rá magát az ember, de aztán végül csak eljön, és akkor tényleg feltöltődik. Ez az itthoni edzésekkel sincsen másképpen, hogy néha nagyon nehéz rávennie magát az embernek, de utána abszolút megadja azt a feltöltöttség érzését, hogy tényleg egy picikét foglalkoztunk magunkkal, picit szellemileg is fel tudunk frissülni, picit elfárad a testünk, sokkal jobban alszunk, tehát abszolút megvannak ezek a pozitív hatásai az otthoni edzéseknek is. Ami nagyon fontos, hogy tervezzétek be az edzést. Tehát, hogy főleg ezt most a saját tanítványaimnak mondom, akik mondjuk heti rendszerességgel ott voltak a csoportos óráimon, hogy tartsuk meg például akár ezt az időpontot, mert erre már ráálltunk. Nyilván most gondolom sokatoknak változik is az élete ezzel a korlátozással, de hogyha esetleg akkora befolyással nem volt az életünkre, akkor próbáljuk meg ezeket az időpontokat tartani, mert ez már egy kialakult rendszer, otthon is mondjuk meg, hogy figyelj, nekem ma ekkor meg ekkor edzésem van, meg tudjuk beszélni előtte, meg tudjuk beszélni utána, és ebből ne engedjünk, most 5 perc csúszáson nem fogunk összeveszni, de ebből ne engedjünk, mert ez nagyon-nagyon fontos, tehát hét elején, vagy amikor leülünk a kis naptárunkkal, akkor igenis tervezzük be ezeket az edzéseket, és tartsuk meg ezeket az időpontokat, tehát hogyha már kialakult az elmúlt időszakban a csoportos órák által a rend, akkor ezeket tartsuk meg, mert ugye ez már egyből egy löketet fog nekünk adni, hogy egyből egy löketet fog, bocsánat, csak itt a kommenteket próbálom frissíteni, aztán itt jönnek az értesítések. Szóval egy picikét ez fog tudni nekünk segíteni, hogy ha van egy terv, akkor ahhoz sokkal könnyebben tudjuk tartani magunkat, vagy ha esetleg egy halaszthatatlan dolog közbe jön, akkor természetesen könnyebben fogjuk tudni pótolni, jó? Tehát, hogy azt se felejtsük el, mert ilyenkor még sokkal könnyebb visszaülni a lóra, tehát ha kimarad egy edzés, akkor ne hagyjuk, hogy tök kimaradjon, mert egy idő után tényleg úgy el tud tűnni, hogy már nincs kedved, fú, nagyon nehéz, sokkal nehezebb lesz visszaállni erre, és tényleg tudom, hogy miről beszélek, mert ez velem is volt már nem egyszer, hogy egy pár hetet kihagytam az edzésbe, és utána sokkal nehezebb volt visszaállni, mint hogyha egy edzés elmarad, és egyből utána pótolja az ember. És akkor itt jön a kérdés, ugye, hogy mit csináljunk, mit edzünk. Nos, ugye ezt a saját csapatomban ugye ezt megbeszéltük, hogy lesznek edzések, itt is nektek is mondom, hogy én is készülök természetesen nektek megfelelő erősítő és nyújtó edzésekkel, tehát hogyha az én edzéseimre szeretnétek becsatlakozni így online, akkor erre lesz lehetőségetek, és akkor így egyből adott, hogy mit is csináljunk otthon. Természetesen szeretnék nektek ebben segíteni, úgyhogy erre lesz lehetőségetek így online formában edzeni velem. Ennek a részleteit igyekszem holnap közzétenni, úgyhogy kövessétek az oldalamat, kísérjétek figyelemmel, és akkor tuti, hogy nem fogtok róla lemaradni. Úgyhogy az erősítés nyújtással mindenképpen szeretnék segíteni nektek, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Ugyanakkor ugye itt van a rudas kérdés is, hogy ha most tényleg megvettük a rudat otthonra, akkor a rudas edzésekkel mi legyen. Én igazából ugye, ahogy mondtam nektek, már nagyon régóta saját magamat képzem a rudon is, saját magamat edzem. Ezt is be kell tervezni, tehát hogyha beterveztük az edzést, akkor érdemes betervezni. Én most már tényleg mindig jegyzetekből mindig fölírok mindent, mert akkor tudja, hogy nem felejtem el. Föl kell írni, hogy mi az, ami úgy eszébe jut az embernek, és tényleg csak el kell kezdeni. Lehet egy egyszerűbb kombinációval kezdeni. Nagyon jó lehetőség amúgy ez arra, mint felhívom a csajok figyelmét, szeretném a ti figyelmeteket itt felhívni, hogy amit eddig nem tettünk meg az órán, mert nem volt rá idő, nem tudtuk gyakorolni, nagyon jó lehetőség ez arra, hogy a gyengébb oldalunkat hozzázárkóztassuk az erősebbhez. Tehát, hogy nyilván ugye a forgásokat, az egyszerű mozdulatokat sokkal biztonságosabb felügyelet nélkül otthon is gyakorolni. Tehát a forgásokat, balos dolgokat, ugye nekem ugye a bal oldalam a gyengébb, tehát értelemszerűen akinek fordítva van. A gyengébb oldalunkra edzeni egy picit ugye a forgásokkal, forgáskombinációkkal, egyszerű pózokkal, esetleg olyan erősítő dolgokkal, amiket már tanultunk, tehát a kézállások a rúdnál, hasizomerősítések, tehát lehet a rúdnál is tök jó erősítő edzéseket csinálni. Majd fogok nektek erre hozni egy kis inspirációt is, hogyha esetleg valaki most a kinti edzést választja, hogy elmegy futni, találunk egy jó kondiparkot, ahova le tudunk menni edzeni, akkor majd
fogok ebbe is segíteni nektek, hogy ott mit érdemes, hogyha esetleg találunk egy húzóckodót, egy bordásfal, ahol hasizmot fogunk tudni erősíteni, vagy hasonló eszközeink vannak, akkor ezek nagyon-nagyon hasznosak, mert tök jól tudjuk pótolni, vagy erősíteni a rudasizmokat. És elárulom nektek, hogy én ezekkel szoktam is. Na, szuper, oké, itt már jönnek is a kommentek, köszönöm szépen. És én ezekkel szoktam is erősíteni, tehát mind otthon az eszköz nélkül, mind pedig eszközzel is tök jól lehet erősíteni. Úgyhogy igen, azért mondom, hogy itt a rosszabb oldalt, illetőleg mondom, a kézállásokban én nagyon-nagyon hiszek, mert nagyon szépen erősíti nekünk a törzsizmokat, vállizmokat, úgyhogy ezt is... Hogyha magabiztosan megy már a rudnál a fellendülés, vagy akár otthon a falnál már gyakoroltátok a kézállást esetleg, akkor ez otthon nagyon-nagyon jó lehetőség. Viszont az otthoni gyakorlásnál, főleg a kézállás, fejállás tekintetében felhívnám a figyelmet, hogy bemelegítés, illetőleg, hogy legyen helyünk jó, tehát ugyanúgy, mint a rudas edzéseknél, figyeljünk rá, hogy a házi állatokra vigyázzunk, illetőleg, ha valaki állott a háttérbe, akkor a fellendüléseknél, akkor óvatosan, hogy valóban legyen erre megfelelő helyünk, jó? Úgyhogy igazából ez az egyik fele. A másik fele, hogy azért az internet világában ugye ma már tudunk inspirálódni, igyekszem majd a rudas anyagokat is minél gyakrabban frissíteni, hogy tényleg olyan egyszerű prózokat gyakorolni, ami nem most kezdjük el a leghardcore-abb dolgokat gyakorolni, hanem valóban az olyan elemeket próbáljuk meg gyakorolni, amit magabiztosan biztonsággal tudunk, tehát ne kockáztassuk meg esetlegesen egy sérülést. Tehát inkább, hogyha azt érzem, hogy bátortalan vagyok, ugye, én is ilyenkor, hogyha ha valamitől nagyon parázok egy elemtől, akkor mindenképpen szoktam ilyenkor matracot használni. Ugye, amint láthattátok, nekem a tavalyi kihívásom volt az orospárgának a megtanulása, és a videókból nagyon jól látszik, ezt YouTube-on amúgy meg is találjátok, hogy ment végig szépen ez a folyamat. Az utolsó képen valóban látszik is, hogy ugye matrac is volt végig alattam, illetve az utolsó képen a páromat, a barátomat kértem meg, hogy segítsen nekem, mert hogy egyszerűen csak kértem, hogy álljon ott, és tényleg ha olyan van, akkor kapja el a csípőmet, mert egyszerűen féltem már tovább egyedül dolgozni vele, mert féltem attól, hogy esetleg nem tudok visszajönni, tehát hogy ténylegesen. Viszont a segítségnyújtásra azért itt hívnám fel a figyelmet, hogy tényleg, főleg, hogyha mondjuk erre a párunkat, vagy valami családtagot kérünk meg, hogy nagyon tüzetesen mondjuk el neki, hogy hogyan tud nekünk segíteni, mi fog történni, és mit csináljon, mert szegény ott áll, hogy úristen, tehát tök jó, hogy itt lóg nekünk fejjel lefele a barátnőnk, de hát most mihez kezdjen vele, hol fogjon, mit csináljon, úgyhogy ezzel azért óvatosan bánnék, tehát nem most kezdjünk el inkább olyan dolgokat gyakorolni, amit nem merünk, hanem inkább a magabiztos dolgokat, illetőleg nagyon jó lehetőség ez a szép kivitelezésnek a dolgozásán is. Ugye a rúd nélküli edzésnél, ha nincs otthon rudunk, akkor ez egy tök jó lehetőség a nyújtott térd, illetve a spic fejlesztésére, esetleg egy ilyen balettosabb alapmozgás elsajátítása, ami tényleg a kivitelezésünket fogja javítani, főleg, hogyha itt ugye versenyzők is vannak köztetek, vagy esetleg gondolkoztok azon, hogy majd egyszer szeretnétek színpadra állni, akkor ez egy tök jó dolog, tök jó lehetőség erre is. Illetőleg ugye a rudon is ez egy nagyon jó dolog, hogy a már megtanult kombinációkat minél gördülékenyebben, minél több elemet összekötve, minél szebben kivitelezve tanuljuk meg. Tehát én inkább a biztosra mennék, hogy tényleg nem most kezdjük el a leghardcore-abb, legdurvább dolgokat megtanulni, hanem inkább így a normális keretek közé szorítva a dolgokat. Ami az edzések során nagyon-nagyon fontos, hogy ne felejtsünk el bemelegíteni. Ugye akinek van otthon esetleg rúdja. Volt már ilyenből sérülés is, több embernél hallottam, hogy otthon volt a rúd, hups, csak felpattantunk, csináltunk egy ilyen elemet, és bemelegítés nélkül ezt nem biztos, hogy bírja meg, szereti a szervezetünk, tehát ebben lehet a legjobban lesérülni, jó? Tehát, hogy a bemelegítésről ne feledkezzünk meg. Erről elárulom nektek, hogy már YouTube-ra fel is tettem nektek egy videót. Itt igazából asszisztálás nélkül, tehát teljesen hang nélkül láttok tőlem egy 7 perces bemelegítést, ennél hosszabb lehet a bemelegítés, ez egy alap, hogyha esetleg nem jut eszetekbe, hogy milyen gyakorlatokat végezzetek, mert ilyenkor nagyon nehéz, tehát én is eleinte úgy voltam, főleg még
még az edzői pályafutásom előtt, tehát mielőtt az egyetemre bekerültem ilyen tini koromba, hogy otthon elmentem futni, aztán hazaértem, és tudom, hogy be akar melegíteni az ember, vagy ha nekiálltam otthon esetleg erősíteni, edzeni, ugye bemelegítésnél úgy elakad az ember, hogy úgy kettő gyakorlat eszébe jut, tudjuk jól, hogy hát ez bemelegítésnek kevés, de hogy akkor még mit csináljunk. Úgyhogy ez a videó most nektek majd ide be fogom kommentálni, erre fog szolgálni, hogy lássátok, hogy milyen gyakorlatok vannak. Jó, tehát föntről lefelé, vagy fentről lefele, a kisebb mozdulatoktól a nagyobbak felé kell elindulni. Ezt mind a rudas, mind az erősítő edzések előtt meg tudjátok tenni. Ha esetleg tényleg a futást választjátok mondjuk, vagy biciklizést választotok most mozgásformának, akkor ne felejtsetek el ott se bemelegíteni, jó? Tehát, hogy nem kell feltétlenül egy olyan tyűde hosszú gimnasztikai bemelegítés, de pici csípőkörzés, pici válkörzés, főleg kifejezetten a futásnál a térdek, boka bemelegítését mindenképpen tegyétek meg, jó? Apró körzésekkel, hajlítgatásokkal, tehát, hogy azért szerintem edzésen ebből csináltunk párat, a futásnál nyilván ezeket fokozottabban mozgassátok át, tehát a bokát, térdet, illetőleg ugye akkor kommentben kaptok majd egy teljes bemelegítő videót tőlem. Jó, illetőleg ugye az edzés végén a nyújtás sem maradjon le, ugyanis ez nagyon durva izomlázat tud okozni, és utána két nap múlva hogy fogjuk bírni azt a nyújtó edzést legközelebb, mert hogy az izomlázzal elég nehéz a nyújtást, nyújtós edzést élvezni, tehát hogy akkor saját dolgunkat nehezítjük, úgyhogy ne felejtsetek el az edzés után lenyújtani, illetőleg ne felejtsünk akkor el most így a karanténos időszak alatt a nyújtásra is hangsúlyt fektetni, ugye ami eddig lemaradt, arra most lesz időnk bepótolni. Úgyhogy ahogy ígértem nektek, én folyamatosan jelentkezem nektek itt az oldalon is. Ha kérdésetek van, akkor írjátok meg kommentben, esetleg ha tudtok egy tuti tippet, akkor osszátok meg velünk, hogy minél többen lássuk, hogy én is lássam, hogy ti mit szoktatok csinálni, vagy ti hogyan álltatok neki. Bevált-e az, amit esetleg én mondtam, vagy mi volt az, ami nektek a legjobban segített mondjuk legutóbb tavasszal is. Én bátran mondom, hogy a csapatunkkal nekem ugye ez működött, tehát hogy az erősítés nyújtással abszolút karban tudtuk tartani magunkat, és nagyon jó volt azt látni, hogy a visszatérésnél onnan tudtuk folytatni, ahol abba hagytuk, úgyhogy ezt abszolút mondom, hogy ez már egy igazolt módszer, és ezt az igazolt módszert pedig veletek is meg fogom osztani, úgyhogy holnap igyekszem jelentkezni a részletekkel, úgyhogy kövessétek figyelemmel az oldalamat. Ha még nem tettétek meg, akkor az Instagram profilomat is kövessétek, ugyanis ott az elem mellé a belemenetel videót is szoktam posztolni. Ez most sem lesz másképp, folyamatosan hozom majd nektek az elemeket, tartalmakat, kombinációkat, amiből tudtok inspirálódni, illetőleg itt is majd hozom a rúd nélküli edzéseket nektek, illetőleg kiegészítéseket folyamatosan fogtok kapni. Hogyha kérdésetek van, akkor pedig mondom, tegyétek fel itt kommentbe vagy privátba, és én majd igyekszem rá minél előbb, minél gyorsabban válaszolni. Úgyhogy remélem, hogy most egy pici segítséget tudtam nektek adni. Köszönöm, hogy itt voltatok ma velem. Akinek ma edzés ideje lenne, az ne felejts el bepótolni, úgyhogy még itt gyorsan kommentet nézem. Igen, hengerezni is jó legalább heti egyszer szerintem, ez abszolút igaz, ugye erről volt már egy korábbi rutánc titkok adásunk, azt hiszem pont múlt hétfőn volt erre egy adás, hogy a hengerezés az mennyire jó dolog, ugye a masszázs, ugye a sérülés megelőzés jó, tehát hogy a hengerezés amúgy nem csak az, hogy heti egyszer jó, itt ugye Szilvi írja nekünk, hogy hengerezni is jó legalább heti egyszer, nem csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy heti egyszer jó teljes testet áthengerezni egy órába, fél órába, attól függően, hogy éppen mennyi esik jó, de bemelegítésként is, és a nyújtás előtt is nagyon-nagyon jó, illetőleg levezetésnek is. Tehát gyakorlatilag a hengerezés bármire lehet használni, azért a teljes bemelegítés nem fogja pótolni, de a bemelegítés előtt nagyon jó egy picikét átmozgatni az izomzatot, picit felébreszteni az izmokat, úgyhogy erre mindenképpen hasznos, illetőleg az edzés után is nagyon jól relaxálja az izmokat, tehát egy picikét az izmokat relaxálja, tehát hogy az izomlázat picit csökkenteni tudja, úgyhogy mindenképpen hasznos, illetőleg én a nyújtás előtt nagyon-nagyon szeretem, tehát hogy ebbe igaza van Szilvinek. Én rendszeresen járok masszörhöz, hogyha nagyon izomlázam van, elfárad a testem, akkor esetleg nincs kedvem, hogyha nincs kedvem, mert nem érzem magamba az erőt, hogy elinduljak, vagy most nekiálljak egy rudas edzésnek, én olyankor szoktam egy hengerezést beiktatni, mert a hengerezés után egy ilyen laza, enyhe nyújtást azért szoktam tudni csinálni, ha nem is egy olyan tyűde hardcore, nagyon hosszú nyújtó edzésről beszélek.
akkor azért a hengerezés az minden jó, mindig jó alternatíva, mert azért hogy az edzés jellegét úgy meg tudja őrizni, és mégis nagyon-nagyon hasznos, tehát tényleg az egy fárasztó munkanap után szerintem én most befejezzük az élőt, és már fekszem is rá, mert ugye nekem még a tegnapi óráim szerencsére meg voltak tartva, és azért ilyenkor ezt érzi is a testem, hogy jól elfárad. Ezt mindenképpen ajánlom nektek, hogyha a hengerezéssel kapcsolatban kérdésetek van, akkor a Rutánc titkok eseményeknél, tehát az oldalamon az eseményeknél vissza tudjátok nézni, ahol a hengerezésről beszélgettünk, hogy milyen hengert, hogy érdemes beszerezni. Illetőleg privátban kaptam egy kérdést, amire most itt szeretnék válaszolni, hogy név nélkül kaptam egy üzenetet, hogy a bemelegítés ellenére, illetve tehát a bemelegítés megvan, illetőleg a spárgát megelőző nyújtások is megvannak, viszont maga a spárgába belementem mégis nagyon-nagyon fáj, és hogy ez miért van, ugye ezt a kérdést kaptam, amit most így az élő végén akkor gyorsan megválaszolnék. Ugye itt több kérdés is felmerül, az egyik az az, hogy valóban jól volt elvégezve a bemelegítés. A megelőző pózok, tehát a spárgára rákészülős pózok, ugye itt a horpasz hajlító nyújtására gondolok főleg, azok valóban váltottak-e ki valamilyen nyújtással járó enyhe fájdalomérzetet, vagy valami hatást váltottak-e ki. Mert hogyha ezek a megelőző pózok semmiféle érzetet nem keltettek bennünk, tehát nem éreztem azt, hogy nyúlik a hajlítom, nyúlik a horpaszom, nem történt semmi, akkor előfordulhat, hogy ez az adott helyzet ki van fordulva, nem a megfelelő izmokat nyújtjuk, és ezáltal nem tud hozzászokni a testünk ehhez az adott helyzethez. Ez az egyik. A másik ugye itt nagyon nagy kérdés, hogy mióta nyújtunk. Mert hogy a nyújtásnál megvan az, hogy amikor elkezdi az ember, ugyanúgy, mint az edzésnél, nem egy kellemes érzés, tehát sokkal nehezebb ellazulni, sokkal intenzívebben érzi a fájdalmat. Ez ugyanúgy van, mint a futásnál. Tehát, hogyha elmegyek futni, akkor ha le akarok futni 2 kilométert, hogyha én most ugye, én tényleg tavasszal futottam utoljára, hogyha én most nekiállnék, és most majd lesz is rá alkalom, hogy elmegyek mondjuk futni, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon lassan, és nagyon-nagyon haldoklósan fogok futni, tehát, hogy többször meg fog kellenem állni. Nyilván, hogyha utána rendszeresen rászokok arra, hogy fussak, és többször elmegyek, akkor a második, harmadik alkalomnál már sokkal jobban fogom ezt bírni, tehát, hogy nem kell már annyiszor megállni, sokkal gyorsabban fogok tudni futni. Ez a nyújtásnál sincsen másképp, tehát a nyújtáshoz is hozzá lehet szokni. Egyre kellemesebben, ellazítóbb érzés lesz, ugye a légzésre nagyon-nagyon kell figyelni. Úgyhogy ez az egyik fele, hogy kérdés, hogy ez már megtörtént-e, mert hogyha most kezdtük a nyújtást, akkor nem biztos, hogy ez olyan kellemes érzés, tehát hogy normális amúgy, tehát hogy amúgy is, hogyha már régóta, tehát én is rendszeresen nyújtok. Kérdés az, hogy mondjuk nagyon sok mindentől is függ a nyújtás, tehát hogy mennyire van besavasodva az ember szervezete, mert hogyha mondjuk előtte lévő nap nyomtam egy nagyon kemény erősítő edzést, és érzem, hogy még nagyon izomlázam van, akkor természetes, hogy a nyújtás sokkal jobban fog fájni a keleténél, vagy sokkal intenzívebb érzés lesz, de ez amúgy is ugye egy természetes dolog, hogy a nyújtás azért jár egy fájdalomérzettel, és ugye a spárga az már egy elég komoly helyzet, tehát tök természetes, hogy sokkal jobban fáj, mint az előkészítő helyzetek. Egy picikét erőltetni kell, tehát ezt is meg kell szokni. Előfordult, hogy a spárgába valóban jobban tartja az ember az irányokat, tehát hogy az is előfordulhat, hogy az előkészítő helyzetekben ezt annyira nem figyel, akkor nehezíteni kell az előkészítő helyzeteket, tehát hogy többféle pózt kell csinálni, esetlegesen tényleg ezt kell csekkolni, hogy a bemelegítés és a rákészülő gyakorlatok rendben voltak. Amúgy meg valóban erről szól a dolog, hogy azért egy nehéz gyakorlatról beszélünk, tehát normális, hogyha ez egy intenzív érzés, lehet, hogy akkor érdemes kipróbálni, hogy tényleg több időt rászánni a dologra, tehát hogy azért kérdés, hogy mennyi idő volt az a bemelegítés, a rákészülés. Nekem van olyan, hogy tényleg, hogyha izomlázam van, akkor nekem kell egy óra. Tehát, hogy előfordul, hogy a hengerezéssel, rányújtással, mindennel együtt belecsúszok a spárgába, és egy jó óra, mire én ott szépen belemelegszek. Illetőleg érdemes a spárgánál azt is kipróbálni, hogy bele kell csúszni, ki kell próbálni, hogy jó, nagyon fáj, nem esett jó, és utána még egyszer, tehát átmozgatni, és utána még egyszer visszacsúszni, mert a második alkalommal már előfordul, hogy sokkal kényelmesebb, de a további dolgokról majd a nyújtó edzésen fogunk még egy picikét beszélgetni bővebben. Úgyhogy az edzésekkel kapcsolatban hamarosan hozom nektek az információkat. Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor remélem, hogy minél előbb találkozunk élőben edzésen is, de addig is online várlak titeket szeretettel. Sziasztok!